Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! 1920. június 4-én írták alá a trianoni békedekrétumot, melynek értelmében Magyarország elveszítette területeinek 67%-át és összlakosságának közel 60%-át. 2010 óta ezt a napot a Nemzeti Összetartozás napjaként ünneplik szerte Magyarországon, így Bátaszéken is. De sok úton indultál, vissza sosem fordultál. Volt, hogy út vitt jó felé, volt, hogy szél vitt baj elé. Volt, hogy szakadék széle várt, kevés volt, ki az élre állt. Akkor kondult a vészharang, kicsiny Magyarország. A trianoni békeszerződés, vagy ahogy azt a magyar források említik, békedekrétum, az első világháborút lezáró Párizs környéki szerződések rendszerének részeként a háborúban vesztes Magyarország, mint az osztrák-magyar monarchia egyik tagállama, és a háborúban győztes antant hatalmak között jött létre. Ez többek között a monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország új határait. Ennek alapján az őshonos magyar népesség 5, mai állapota szerint 8 államban találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékeinek jelentős részét is elveszítette. A trianoni döntés több mint 23 millió embert érintett. 300 ezer került Ausztriához, 3,5 millió Csehszlovákiához, 5,3 millió Romániához, 4,1 millió Jugoszláviához, Magyarországon az össznépesség alig kétharmada, 7,6 millió ember maradt. Románia 102 ezer, a szerb-horvát-szlovén királyság 21 ezer, Horvátországgal együtt 22 ezer, Csehszlovákia 61 ezer, Ausztria pedig 3900 négyzetkilométer területtel gyarapodott. A Magyarországgyűlés 2010. január 4-én a szerződés napját a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. Bátaszéken a trianoni emlékmű mellett gyűltek össze az ünneplők. Magyar Tiborc, világ árvája, pórja, nézd sírva és kacagva a nagyokra, kik becstelen kötéssel hámba fognak, hogy tested, lelked, add el a pokolnak. Az ünnepi beszédben a történelmi visszatekintés mellett arról is szó esett, tanulni kell a múlt hibáiból, és ennek tapasztalatait fel kell használni a jelenben. Mi bátaszékiek abszolút részesei voltunk ennek a történelmi eseménynek, hiszen a II. Világháborút követően 1921-ig Bátaszék nem Magyarországhoz, hanem a szerb királysághoz tartozott, így akkor valóban átélték a bátaszékiek ennek a történelmi korszaknak minden nehézségét. Én úgy gondolom, hogy 100 év után Trianonról már úgy kéne beszélni, mint történelemről. Van aktualitása természetesen, hiszen egy dátumhoz kötődik, de mint történelmi eseményt kéne már ezt megéljük. Sok költő fogalmazott már meg ezzel kapcsolatban sorokat, többek között Juhász Gyula is, aki azt mondta, hogy nem kell róla beszélni, de mindig gondolni kell rá. Én azt gondolom, hogy minden magyarnak természetesen Trianonra gondolni kell, de azt gondolom, hogy akkor, amikor ezt a napot a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánították, ennek az volt a célja, hogy minden magyar valóban összetartozzon. Úgy érzem, hogy a mai napokban, vagy az elmúlt időszakban nem biztos, hogy abba az irányba törekedtünk, hogy ez a nemzet egységes tudjon lenni. Azt gondolom mindenkinek, aki közélettel, politikával foglalkozik, nagyon nagy felelőssége van ebben. Talán azt, ha kijelenteni nem is lehet, de mindenképpen én úgy érzem, hogy egy ország már nem biztos, hogy lehetünk, de egy nemzet igen. Vissza sosem fordultál, volt, hogy út vitt jó felé, volt, hogy szél vitt baj elé,
Volt, hogy szakadék széle várt, kevés volt, ki az élre állt. Akkor kondult a vészharang, kicsiny Magyarország. Felújítják a bátaszéki úszodát, a létesítményt 12 éve adták át, azóta pedig nem kellett hozzányúlni. A város üzemeltetési cég vezetője azt mondja, most úgy terveznek, hogy újabb 15 évig biztosan ne legyen gond az úszodával. Bátaszék úszósportjának magas színvonalában és az itt élő gyerekek vízbiztonságának elérésében óriási lépést jelentett 12 évvel ezelőtt a városi úszoda átadása. A fent említett folyamatok akkor vették kezdetüket, hiszen egy majd minden igényt kielégítő infrastruktúra állt rendelkezésükre. Ám az idő, no meg a klóros víz mindent kikezd, így a fürdőtechnikát és a medencéket sem kímélte. A koronavírus járvány sok hátránya ellenére pozitív anyagokat is hozott. Nevezetesen a kényszerszünet időt adott a felújításra. A bekövetkezett kényszerleállás miatt, ami már ugye március 16-ától tart, így az úszodában egyrészt ugye a munkaszervezési kérdések kerültek napirendre, mert az úszodánál az iskolások kiesése komoly bevételi forrás kiesést is jelent egyben. Megfelelő intézkedéseket kellett hozni a rentabilitás fenntartása véget, és alapvetően most lehetőségünk nyílt olyan karbantartási, felújítási feladatok ellátására, amelyek ugye hosszabb időt vesznek igénybe, mert az átlagos nyári leálláskor is sokszor a rendelkezésünkre álló idő azért korlátozta ezeknek a feladatoknak a végrehajtását. Most ugye belevágtunk olyan feladatokba, a képviselőtestület biztosította az ehhez szükséges forrásokat, komoly munkálatok folytak több millió forintos értékben, a medencetereknek a felújítása, amely egy teljesen új fugázást jelent, ami hát a 12 éves használat alatt igen elhasználódott. És a nagymedencének a felújítása meg is történt, már azt gondoljuk, hogy teljesen megfelelő minőségben, olyan anyagokkal, amelyek a mai műszaki színvonalnak megfelelőek, és természetesen rendelkeznek a megfelelő minősítésekkel az úszoda technika alkalmazása terén. Mindez azt jelenti, hogy körülbelül 15 évre megoldódik a nagymedence fogázása. Az úszoda tér mellett a kiszolgáló gépészet is korszerűsödött. Több műszaki felújítási feladatot is elvégeztünk, mert ilyenkor szivattyúk felújítása, vízgépészeti berendezések felújítása, sőt elektromos berendezések, kisebb egységeknek a javítása, felújítása is megtörténik, és ez mellett még ugye az öltözők, a mellékhelységek, folyosók, az egyéb olyan rendszerek, amelyek egy sima falfestékkel vannak ugye felületkezelve, ezeknek a felújítása is folyamatban van. Azt gondoljuk, hogy most már ugye hallani híreket, hogy előbb-utóbb ugye meg kell nyitni. A kismedence az még várat magára, mert megfelelő alvállalkozó hiányában ott még folynak az egyeztetések, de a nagymedencével teljes mértékben a közönség rendelkezésére fogunk tudni állni. Gyakorlatilag nekünk csak egy héttel előtte kell tudjuk, hogy mikor nyitunk, mert a vízfeltöltés és a technológia beindítása ennyit vesz igénybe. És azt gondoljuk, hogy teljes körűen tudunk szolgáltatni. Nyilván az iskolásokra már nem számítunk, ugye, de ahogy a hírekből, illetve az emberektől lehet hallani, azért ki vannak éhezve már, hogy, és főleg jön a nyár, ugye, és bizonyos helyzetek korlátozó vannak, hogy bízunk benne, hogy az úszodára lesz vevő. Úgy tervezzük, hogy az augusztusi leállás el fog maradni. Mert ugye most már eleve megcsináljuk azokat, megcsináltuk, és illetve meg is fogjuk a rövid időn belül azokat a feladatokat, amelyek az augusztusi karbantartási időszakhoz kapcsolódnának. A teljes költség az mindegy olyan 4,5 millió forintra fog rúgni, amelyet ugye nyilván a költségvetésünk ugye tartalmaz. Reméljük, hogy meglepetések nem lesznek, szoktam mondani, hogy a műszaki életterületén ugye ott is lehetnek meglepetések. Úgy nézzük, hogy jelen pillanatban tervezhető az összes olyan munka, amelybe most beleálltunk, és amelyet fontosnak ítéltünk meg.
A bevétel kiesésekkel együtt jelentős energia megtakarítása is van az úszodát működtető Bátkomnak. 2 éve megtörtént az energetikai felújítás, amely műszaki egységek azért most már gyakorlatilag beálltak, jól működnek, teszik a dolgukat, és arra törekszünk mi, hogy az önkormányzatnak plusz költségeket ne okozzunk. Megfelelő intézkedéseket hoztam, és főleg a foglalkoztatás terén is tudtunk olyan intézkedéseket hozni, amelyekkel jelentős költségeket csökkentettünk. Nem kellett elküldeni ember, de fizetés nélküli szabadság megoldását tapasztaltuk olyan esetekben, akiknek tudtunk, illetve ő tudott erre az időszakra más munkát keríteni, illetve átcsoportosítottunk. Mert ez a két variáció volt. Az uszodában a létszám, illetve a szakmai stáb az egy nagyon fontos tényező. A mi uszodánk évek óta, legalábbis ugye abban az elmúlt közel 5 évben, amióta én itt vagyok, tehát az összes hatósági ellenőrzésen kiválóan szerepelt. Mi nem nagyon szeretnénk engedni ebből a színvonalból, és ez nyilván az itt dolgozóknak az egyik érdeme. Az uszoda tehát rajta kész, és ha engedélyt kapnak a nyitásra, úgy a nyár folyamán már újra a vízszerelmeseinek rendelkezésére áll majd. Az elmúlt hetekben nagy terhelés alatt dolgoztak a Bátaszéki Gondozási Központ munkatársai. Az otthonmaradási kényszer feszültségeket okozott a családokban, és a rendszerben lévő nyugdíjasok ellátása is nagyobb terhet jelentett. A gondozási központ életében jelentős változást hozott a koronavírus járvány. Az eddig meglévő feladatok mellé az otthonmaradók és a szolgáltatásban eddig is résztvevők fokozott ellátása, a rájuk való az eddiginél intenzívebb odafigyelés lépett. A gondozási központ egy integrált intézmény, ezért többfajta szolgáltatást is ellátunk, ugye egészségügyi szolgáltatást, szociális szolgáltatást, gyermekvédelmi feladatokat. Minden egyes ellátást végig kellett gondolnunk, hogy ebben a helyzetben hogyan tudjuk úgy működtetni az adott szolgáltatásokat, hogy védjük a kollégákat, védjük az ügyfeleket, vigyázzunk mindenkinek az egészségére, viszont a feladatok ellátása az a lehető legzökkenőmentesebben történjen. Március 17-én a fenntartó az idősek klubját bezáratta, és az idősek így a saját otthonukban éltek tovább, de hogy a gondozónők folyamatosan jártak ki hozzájuk, segítették őket, és segítik a mai napig is, mert egyelőre még nincs arra vonatkozóan iránymutatás, hogy mikor tudjuk az idősek klubját kinyitni, és ugye kijött erre vonatkozóan egy protokoll, hogy az engedélyezett létszámnak az 50%-a az, akit július 31-éig el tudunk látni az intézményünkbe, tehát ez nálunk azt jelenti, hogy a 30 fő helyett 15 főt fogunk tudni ellátni a klubon belül, de a többieket sem hagyjuk magukra, tehát folyamatosan keressük őket, személyesen, telefonos kapcsolatban segítjük a napi tevékenységeiknek az elvégzését. Június 2-ától a feladatellátásban változások következnek be. A családsegítő szolgáltatás esetében itt újraindul az ügyfélfogadásunk, bár nekünk eddig is volt ügyfélfogadásunk, amit úgy oldottunk meg, hogy a minket felkereső ügyfelek nem jöhettek be az épületben, egy irodai ablakon keresztül segítettünk, hogyha olyan intéznivaló volt, vagy olyan probléma volt, amit muszáj volt, hogy szakember segítségét kérjék hozzá. Ezekben a családokban, ahol ugye a gyermekek is otthon maradtak a szülők, mert akár elvesztették a munkájukat, akár ideiglenes leállás volt, vagy nem tudták megoldani a gyermekeknek a felügyeletét, ahol nem működött megfelelően a családi dinamika, ugye amúgy is problémák voltak, ott ezek még jobban halmozódtak, ezek a problémák, feszültségek keletkeztek, és sok esetben ez egészen tetlegességig is fajult. Mivel nincsenek az oktatási nevelési intézmények, akik a jelzőrendszernek egy kiemelkedő, vagy a jelzőrendszernek a kiemelkedő tagjai, ők nem találkoznak napi szinten a gyerekekkel. Ugye a családok bezárkoztak, hiszen azt
az a szlogán, vagy az a szlogán, hogy ugye mindenki maradjon otthon. És félő az, hogy azért ott a négy fal között történtek esetleg olyan dolgok is, amiknek majd később súlyosabb hozadéka lesz. Tehát én azt gondolom, hogy egy idő után a gyerekek tünetelni fognak, tehát majd szeptemberben, amikor elkezdődik újból az iskola, akkor én úgy gondolom, hogy jelezni fognak több esetben, hogy problémák vannak. Megnövekedett az igény a személyes találkozásra, mondta Bodasné Simon Zsuzsanna. A helyzet ma olyan, hogy ezek a kapcsolatok felújíthatóak, és kezelni lehet a felmerült problémákat. Mindezt azonban csak a szabályok betartása mellett lehetséges, így az ügyfeleknek ezután is időre kell jönni, és várakozni az udvaron kell, tette hozzá a gondozási központ vezetője. Nagyon pici az interjúszobánk, és ugye ahhoz, hogy a másfél méter távolságot meg tudjuk tartani, ezért két ember tudunk egyszerre fogadni. Én nagyon szeretném azt kérni, hogy még mindig, ha lehet, akkor időpontokra érkezzenek a családsegítőkhöz. Amennyiben ez nem megoldható, természetesen így is mindenkit fogadunk érkezési sorrendben. Viszont hogyha többen vannak egyszerre az intézményben, akkor a teraszon kell megvárni a sort, és ott is be kell tartani ezt a másfél méteres távolságot. Az ellátórendszert meg kell erősíteni. Ez ennek az időszaknak az eredménye. Több esetben találkoztunk például az idősek tekintetében abban, hogy akár az egészségi állapotukból kifolyólag, akár lakhatási problémából kifolyólag nem tudjuk elhelyezni őket. Tehát egyszerűen nem tudunk lakhatást biztosítani a számukra. Az idős otthonok ugye a járványhelyzetre való tekintettel zárlat van a felvétel tekintetében, és egyszerűen ezek most nagyon-nagyon kardinális problémák, és úgy gondolom, hogy talán még azt, hogy nagyon össze kell fogjunk. Pedagógus napot ünnepeltek Bátaszéken. A rendkívüli helyzet miatt egy iskolában sem tartottak nagyobb rendezvényt, és a diákok sem tudták személyesen megköszönni a tanárok munkáját. Bozsolik Róbert polgármester azt mondta, hogy bár nem az önkormányzat az iskola fenntartója, mégis úgy érzi, hogy neki is meg kell köszönnie a pedagógusoknak a bátaszéki gyermekekért végzett áldozatos munkát. június 7-én ünnepelték először Magyarországon a pedagógus napot. Ez alkalomból adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket. A hagyománnyá vált esemény az idén rendhagyó módon zajlott. A járványhelyzet miatt csak szűk körben ünnepelhették meg a tanítókat, tanárokat ezen a napon. Egy rendhagyó pedagógus napi köszöntőn vagyunk túl, hiszen ebben a járványügyi helyzetben úgy tudtuk megoldani pedagógusaink köszöntését, hogy mindenhova eljutottuk a város köszönő emléklapját, illetve egy kis ajándékkal is megleptük pedagógusokat, független attól, hogy a városi óvodán kívül azért a II. Géza gimnázium, illetve a Kanizsai Dorottya általános iskola már nem a város fenntartásában és működtetésében van, de nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy a pedagógusokkal tartsuk a kapcsolatot, hiszen azért a bátaszéki gyermekek tanulnak itt, aktívan részt vesznek a pedagógusok és a gyerekek is a város életének különböző területein, rendezvényeken, eseményeken fellépnek. Így fontos számunkra, hogy megköszönjük pedagógusnak alkalmával az ő munkájukat. Egy rendhagyó időszak, hiszen az elmúlt 3 hónapban egy érdekes pedagógiai módszert kellett kifejlesztenek. Egy érdekes helyzetben kellett fenntartani a gyerekeknek a figyelmét, és átadni mindazokat a tudásokat, amelyek szükségesek, hogy teljesíteni tudják ezt a feladatot. Itt is szeretném megköszönni a pedagógusoknak, hogy helytálltak ezen a területen. Megköszönni természetesen kicsit a szülőknek is, mert egy kicsit ők is végeztek pedagógiai munkát. A Kanizsai Dorottya általános iskolából 2 pedagógus búcsúzik a pályától. Majer Istvánné igazgatóhelyettes elmondta, hogy 48 évet töltött az általános iskola falain belül, 8 évet diákként és 40 évet mint tanító. Megszépülnek a dolgok, tehát ami konfliktusa az embernek volt a gyermekkel, vagy a gyermeknek a tanítónénivel, azok mind eltörpülnek, mind szépé válik. Elmondta, hogy nem könnyű a pedagógiai pálya, de ha valaki teljes szívvel csinálja és szereti a gyerekeket, megtalálja, amit keres. Mindig a gyereket, tehát önmagához mérni.
önmagához mérni a fejlődését, és megtalálni minden gyermekben azt a pontot, ami ő neki a legtöbbet ki tudja hozni. Nem könnyű feladat, mert minden gyerek egy egyéniség. Tehát nagyon nehéz feladat megtalálni a gyerekben azt, ami neki örömet okoz, amiben ő tehetséges, amiben ki tud emelkedni. Nem biztos, hogy az tanulmányi tér lesz, lehet, hogy az egy kézművesség, lehet, hogy az egy testneveléssel kapcsolatos sportolási, de meg kell találni minden gyerekben. Az ember ugye visszagondol, és hát amikor még picike volt, akkor az első élmény az óvoda volt. Akkor óvónéni szerettem volna lenni. Akkor jött az iskola, megismertem nagyszerű pedagógusokat, és attól fogva tanítónéni. És ez nem változott. Simáné Szűcs Éva Emma fejlesztő pedagógus elmondása szerint küzdelmes 40 éven van túl, de megérte harcolni. Kezdetben úgy gondolom, hogy nagyon szép, sok örömet, sok boldogságot adtak a gyerekek, de ahogy az évek egyre múltak, úgy én úgy gondolom, hogy egyre küzdelmesebb és nehezebb lett. Hát legszívesebben talán arra az időszakra emlékszem, amikor kis létszámú első osztályba tanítottunk kolléganőmmel, komáromi Jutka nénivel, iskola otthonos formába, ez egy tökéletes volt, és itt csapott meg végül is annak a szele, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeken szeretnék minél többet segíteni, és ezért pályám derekám felén úgy döntöttem, hogy velük foglalkozom, és gyógypedagógiát tanultam, és ezután fejlesztő munkát végeztem 2000-től. Tehát pályám első része tanítóként, tehát második része fejlesztőként, gyógypedagógusként. De én még az elmúlt időszakban is vágytam vissza a tanításra, mert a fejlesztő munka nagyon küzdelmes, nagyon nehéz, gyötrelmes, de nagyon szép, nagyon nagy kreativitást igényel a pedagógustól. És végül is, ha egy-egy osztályba elmentem helyettesíteni, az nagyon-nagyon jól esett a lelkemnek, hogy egész osztállyal tudok dolgozni. Simáné Szűcs Éva Emma elmondta, mindenben támogatta az iskola, hogy sikeresen tudja végezni új, fejlesztő pedagógusi pályáját, minél többet tudjon segíteni a hátrányos helyzetű gyerekeknek. Több pályázatot is nyertek, amivel a szakirodalmat és a fejlesztő játékparkot is gyarapították. Az igazság az, hogy a 40 év az elrepült, mint egy szempillantás. Nagyon készültem rá, az egyik szemem sír, a másik szemem nevet, illetve hát fordítva, mindegy. Most egyenlőre lezárom végül is. Jól esik a pihenés. Sok volt az állandó taposómalomba benne lenni. Nem zárom ki, hogy még egy kicsit azért kitekintek, illetve újra vissza találok majd. Egy jelmondatom van, erős akarat minden akadályt legyőz, ezt próbáltam a gyermekekbe is beletáplálni, de én vallom, hogy ez így van, és ha ezt szem előtt tartják, akkor ez lenne az üzenetem. Az üzenet a jövő gyógypedagógusainak szól, akik egy nagyon szép, ám küzdelmes szakmát választottak. A pedagógus társadalom 5 tagja idén úgymond leteszi a lantot és elköszön, hiszen élnek azzal a lehetőséggel, hogy a 40 éves jogviszonyt befejeztével, vagy elérésével befejezik a pedagógiai munkát. Ebből az alkalomból megköszöntük mind az 5 pedagógusnak, hogy 40 éven keresztül szolgálták, illetve elvégezték a feladatukat, segítették a különböző korosztályokat, hogy tudást megszerezzék, és egy kicsit segítették és szolgáltak a várost. A Kanizsai Dorottya általános iskola tanári kara Majer Istvánné igazgató helyettestől és Simáné Szűcs Éva Emma fejlesztő pedagógustól, a II. Géza gimnázium tanári kara Horváth Jánosnétól, Krammerné Geringévától és Neihartné Gyarmati Erzsébet igazgató helyettestől búcsúzik.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!